Énekeljük a 152. dicséretet, az első és a második versét. A 152. dicséretet. Yeah.
159. dicséret első és második versét. Gyertek el, mert én már
és mindnyájan egyenlő képpen kezdik magukat mentegetni. Az első mondanéki, szálló földet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam, kérlek téged, ments ki engem. És másik mondat, öt ika ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam, kérlek, ments ki engem. A másik pedig mondat, feleséget vettem, és azért nem mentem. Mikor azért az a szolga hazament, megmondá ezeket az ő urának, akkor megharagult vána gazda, mondta az ő szolgájának. Eredj ma van a város utcáira és szorosaira, és a szegényeket, csonkabonkákat, sátárkat és vakokat hozd be én. És mondta a szolga, Uram, meg lett, amit parancsolál, és így is van hely. Akkor mondta az úr a szolgára, eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házat. Mert mondom néktek, hogy senki azok közül, a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorát. A kegyelem Istenet egy áldotta az ő igényét, hogy Krisztus beszéde lakozik bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjük, az ő dicsőségére jelnek. Imádkozzunk. Örökkévaló mennyei felség, ki Úr vagy mindenek vele, ki ezt az egész világot, mint egy kézen tartod, igazgatod, ki bennünket, ember gyermekeidet, kezdettől fogva minden jóval elláttál, ami csak szükséges, ami csak elégséges, ami feltétele ennek a földi életnek, de az ember kezdettől fogva ellened szólt, ellened cselekedett, s te, Urunk, mégis mennyi édesatyám vagy az Úr Jézus Krisztus által, mert kifürkészhetetlen akaratod szerint gyermekeidből hívtál és választottál az Úr Jézus által, nem érdemünkért, nem áldozatainkért, nem javainkért, amiket felajánlottunk neked, hiszen mindezeket kivitel nélkül tőled kaptunk, ha bármi is meg lenne közül. Úgy döntöttél, hogy lehessünk választott népet, hogy lehessünk tanulni, tanítványai, gyermekei. És ehhez most is, mint a történelemben mindenkor, megadsz minden feltételt, és nekünk semmi más dolgunk nincs, mint elfogadni, mint igent mondani a kérdésre, mint odaülni a terített asztalhoz, és jól lakni mindazzal, amivel megajándékozol bennünket, de látod, Urunk, és néha mi is ráébredünk, rádöbbenünk bennünk, hogy ezt a hívást is képesek vagyunk elutasítani, kifogásokat keresni, kibúvót találni. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy te vasárnap délelőtt nem sikerült semmi okot találunk, amiért ne lehetnénk itt a te szent házadban. Köszönjük, hogy szent lelked megragadott és ide vezetett bennünket, és kérünk, Urunk, tedd áldottá, megszentelté ez Isten tiszteletet mindannyiunknak javára, épülésére. A mi Urunk Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Glory, 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 glory
Isten szent ígérne át a szó most hozzá írva található János apostol közönséges első levele 3. részének 13-tól 18-ig terjedő verseit. János apostol közönséges első levele 3. részének 13-tól 18-ig terjedő verseit figyelemmel és alázatos lélekkel hallgassák. Ne csodálkozzatok, atyámfiai, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy által mentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkért. Aki nem szereti az ő atyafiát, a halálban marad. Aki gyűlöli az ő atyafiát, mind embergyilkos az, és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna ő benne. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta életünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket, ami atyánk fiai. Akinek pedig van mitől élnie a világon, és elnézi, hogy az ő atyafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretetben. Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Ez Istenek igéje. Odahaza van egy festmény a falunkon, amit annak idején megláttam valakinél, eladóan, és azonnal tudtam, hogy azt meg akarom és meg fogom venni. Különleges abban a tekintetben a festmény, hogy egészen más mutat akkor, amikor süt a nap, és teljesen más akkor, amikor ilyen borongós idő van. Egy tanyár házat ábrázol, ha kint süt a nap, akkor a tanyán is süt a nap, a képe, hogyha be van borulva az idő, akkor a tanya is ilyen borongós képet mutat. Úgy vagyok ezzel az igével és ezzel a ma délelőtt Isten tisztelettel, hogy ha jobban belegondolok, lehet ezt az igét egészen pozitívan, napsütéses megvilágításban is szemlélni és a gyülekezet elé hozni, de az történt, hogy ma délelőttben van borulva és esik az eső, és lehet, hogy az ige üzenete ma délelőtt súlyos lesz. Nem szeretem egyébként a komor Isten tiszteleteket, ebben talán tanul a gyülekezet, hogy nem szoktam ostorozni és súlykolni a bűnöket, a vékkeket, nem olvasom, vagy dörgöm a gyülekezetnek a fejére a rosszat, amit elkövettünk, mert elkövettünk mindannyian, hiszen kivétel nélkül vétkesek vagyunk, de ez a mai ige úgy telepszik rá az értelmünkre, a lelkünkre, egész valunkra, mint egy fenséges temetési ének, amiben szép szava, vigasztaló szava sorakoznak egymás után, és mégis az embernek a hangja elcsuklik, miközben énekli, mert a mögötte lévő gondolat, a mögötte lévő tartalom és a mögötte lévő érzés kikényszeríti az emberből a meghatottságot, vagy éppen akár a sírást. Ennek az igének az üzenete bár szeretetről szól, és ezt nem lehet elvitatni az igétől, mégis olyan súllyal nehezül rá, ami elől kitérnék,
és nem lenne ez az üzenet sűrűs és sürgető, megint csak nem. Hallottuk a történetet előbb Lukács evangéliumából, többféle változatban megtaláljuk az Ószövetségben, az evangéliumokban, úgyis, hogy egy király szerez vacsorát az ő szolgáinak, úgyis, ahogy itt olvasok, hogy egy gazdag ember. A lényeg mindenképpen ugyanaz, hogy azok, akik hivatalosak erre a vacsorára, ehhez a terített asztalhoz nem hajlandó megjelenni. Nem hajlandók elfogadni a meghívást, és hallottuk az igében, hogy egészen nevetséges okokat, kifogásokat sorolnak fel, tehát még csak arra sem ügyelnek, hogy elfogadható legyen a válasz a gazda számára. Tehát mint egy jelzi annak, aki őket meghívta, hogy nagyon nem érdekli őket ez a vacsora. És lehetőleg többet meg se hívja őket. Azokban a válaszokban, amiket adnak, ez a mögöttes üzenet. Itt nálunk is, tehát a mi kultúránkban, az európai kultúrában oda kell figyeljünk arra, hogy adott helyzetben kinek mi válaszolunk, vagy mondunk. Mert egyetlen szóval meg lehet valakit sérteni. De hát a közel-keleti kultúrában minden szónak és minden mozdulatnak súlyos jelentése van. Tehát lefordítom most az egyik választ magyar nyelvre, hogy értsük, amikor valaki a hatötrét fontosabbnak tartja, mint a meghívónak a személyét, akkor ezzel üzen, hogy drága testvéremnek annyit se érsz, vagy annyi se vagy, mint hatötő számomra. Azt is érezzük, és azt is tudjuk nyilvánvaló az üzenetből, hogy amikor Jézus ezt a példázatot elmondja, akkor azoknak üzen, akik azt gondolják magukról, hogy márpedig az ő számukra Isten mennyei országa tárt kapukkal van nyitva, tehát szélesre tárt kapuszárnyak várják őket. Magyarán minden körülmény és bármi is történik az életben, semmi sem akadályozhatja meg őket, hogy egyenes úton be ne menni a mennyeknek országába. Hiszen őket oda az Úristen meghívta. Ezért mondja a figyelmeztetésünk Jézus a példázatot, hogy vigyázzatok, mert nem tudjátok, hogy mikor mondtok nem erre a hívásra. És ebben a másik igében, amit János közönséges első leveléből olvasta a vers,
világ Krisztus tanítványaival, Krisztus egyházával, a jó cselekvőivel, a szeretet hirdetőivel békességben meglegyen. Valahányszor az ember azt tapasztalja, hogy harmóniában, vagy kisebb súrlódásokkal, de jól el van a világgal, azonnal tudnia kell, hogy baj. Ez az, amit nem akarunk tudomásul venni. Ugyanis nagyon kényelmetlen az ember számára mindenkor és mindenhol szembenézni a világ gyűlöletével. Kényelmetlen, mert újra és újra úgy érezzük, hogy hátrányba kerül. Mindegy, lecsupaszodunk az ellenség előtt, neki ott van a kezében a gyűlölet, ami egy nagyon kemény fegyver, nagyon kemény magatartás. Ha bárki szembesült már, különösen, hogyha hirtelen, váratlanul kellett a másik ember gyűlöletével szembenézzen, tudja, hogy milyen érzés, amikor egyszerűen elfogy a levegő. Megakad a szó a szádba, megáll a szívvel is. Nem tudunk mit kezdeni azzal a gyűlölettel, ami a másik emberből áll. Ez egyetlen szempillantás. A következő, a legtöbb esetben az, hogy ugyanaz a gyűlölet kirobban belül választékben. Vagy lehet még intenzívebben, vagy lehet nem éppen úgy, de ellenőrizhetetlenül és akaratlanul ugyanazzal az indulattal várunk vissza, és abban a pillanatban, ahogy bennünk is megmozdult a gyűlölet, már a világ oldalán, már Krisztus ellenségeként nyilvánul meg. És ezek olyan erők, ezek olyan indulatok, amik a legősibb időktől kezdve, tehát Ádámtól is, Évától, nemzedékről nemzedékbe öröklődik minden emberbe kivétel nélkül, és hatalmas önuralom, rengeteg gyakorlás, valami végtelen lelki béke kell az emberben legyen ahhoz, hogy ellenőrizni, kordában tartani, visszafogni tudja a gyűlöletet, mivel erre a legtöbb ember nem képes, ezért inkább alkalmazkodik a világhoz. Tehát minthogy szembenézze ezzel a gyűlöletes helyzettel, minthogy hallgassa a világnak a kérkedését, a csúfolódását, minthogy szembesüljön a lenézésekkel, a megaláztatásokkal és egyebekkel, inkább hasonló. Inkább engedményeket tesz a világnak. Nem nagy dolgokat, de nem arról kell beszéljünk, hogy valaki hátat fordít a templomnak, uram, bocsánat, nagyobb dolgokat visz véghez, csak éppen a kereszténység, a tanítványság az egy vasárnapi magatartássá válik, ami itt a templom falai között szépen működik, és azon kívül pedig mindenhol máshol, pont úgy, mint a pogányok, az ateisták, az Isten károlók, beállunk szépen mi is a sorba. Hasonlunk, sőt azonosulunk a világ gyermekeivel. Aztán bocsánatot kérünk Istentől vasárnap, hogy ilyenek voltunk egész héten, és azt gondoljuk, hogy mehet tovább az életünk. Hát nem biztos, hogy mehet. És erről beszélt az ígének a további része. Azt mondja János, mi tudjuk, hogy által mentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a nagyját fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, a halálban marad. Megint egy kijelentés, napos oldal és borús, árnyékos, sötét oldal. Azt mondja János, aki szereti az ő atya fiait, a halálból átment az életbe. Aki nem szereti, az pedig a halálban marad. Ez egy nagyon súlyos és nagyon komoly kijelentés. Mert azt mondja, nem lehet szépíteni, nem lehet ezt megmásítani, és érezzük is, hogy ott van a
ahogyan a halottak nincsenek hasznára, sehol semmilyen módon az élőnek. Aki nem szereti a fiát, az bizony halott. Mindegy, hogy két lábon járunk, beszélesz, cselekszik, ez mind nem számít meg halott. Halott az egész világra nézve, ami ennél még súlyosabb, hogy halott az üdvösségre nézve. Az ő számára a testi halál az valóban a végső elmúlás, a megszűnés, nincs tovább lépés. Hát Isten országában nem a halál pillanatában kell az embernek átlépni, hanem jóval előtte a földi életben. Hogy az a halál az már valóban csak egy átmenet legyen a földi életre. Nekünk egyszer lélekben át kell tudni lépni. És hogy még súlyosabb legyen a mondani valója, az apostolnak hozzáteszi, hogy aki gyűlöli az ő atya fiát, mind ember gyilkos az. Előbb azt mondtam, hogy nem kell nagy dolgokra gondolni akkor, amikor azt mondjuk, hogy az ember könnyen azonosul a világgal. Hát most azért látjuk, hogy bizony súlyos dolgok vannak. Mert ha valaki gyűlöli az ő atya fiát, olyan mint nem olyan, mint gyilkos. Ezt mondja János. Gyilkos mindenki, aki gyűlöli az atya fiát. Azért, mert a gyűlölet az öl. Nem úgy, hogy kés ragad az ember a kezébe, vagy valami más ölésre alkalmas eszközt, és megy, és a másikat, a testvérét, a felebarátját megöli, hanem úgy, hogy csendben, alattomosan, de nagyon is tudatosan, nagyon is körmön fontan, egyszerűen megfojtjuk a másik embert a gyűlöletünkkel. Nem hagyunk levegőt, amit az előbb mondtam, hogy amikor szembesülünk a nyers, a direkt, a váratlan gyűlölettel, azt érezzük, hogy megáll a szívünk és nem kapunk levegőt, így öl a szeretetlenség a gyűlölet. Így pusztít a világba. És nem véletlenül van, testvéreim, az, hogy Jézus evangéliumában az örömhírt, a szeretetről szóló üzenetet nem szereti a világ, hogy nem karolja fel, hogy nem adja tovább. Mert a világnak a célja érdeke az, hogy szétszórja, hogy egymás ellen fordítsa, hogy gyűlöletesség tegyen egymás előtt, és gyűlöletet indítson a szívünkben mindannyian. Gyilkosok vagytok, mondja az apostol, gyilkosok vagyunk mindnyájan, hogyha gyűlölet van a szívetekben. Ezt tessék nagyon-nagyon komolyan venni mindenkinek. És abban a pillanatban, amikor bármilyen indulat szikrája, első pici jel megjelenik a szívünkben, tehát ahogy egy fele barátunkról valami rosszat gondol, vagy ellen valami rosszat tudunk, azonnal álljunk meg. Legyen ott, mint egy vészjelzés, hogy állj meg, mit csinálsz, nem szabad. Nem lehet gyűlölni a másikat, mert abban a pillanatban gyilkosság lettél. Lehet sok gyakorlással, nagyon tudatosan, nagyon odafigyelve az embernek ellenőrizni a gondolatait, a beszédét, és nem kiengedni a számból, megfontolatlanul, akaratlanul, oda nem figyelve olyan szavakat, amik a gyűlöletet szítják, vagy a gyűlöletet erősítik önmagammal, vagy a környezetben, vagy a másik emberben. Minden egyes alkalommal, amikor teret engedek a gyűlöletnek, olyan, mintha kezemben lenni a késtől, nincs terekből. Ugyanaz az indulat ott van bennünk, csak nem veszünk meg, de tettegesen, de meg tudjuk lélekben gondolatban. Valóban komor, valóban súlyos a kép, de nem akar bennünket, és soha nem is hagy Istennek ígéje, nem hagynak az apostolok, nem hagynak a tanítványok komorságban, sötétségben, lemondásban. Ezért fordít János a szavai, a mondani valóját, és innen
azt mondja az apostol, hogy kötelesek vagyunk odaadni az életünket az atyát, fiaiért. Mintha alá íratna bennünk egy kötelezményt, hogy innentől kezdve bármilyen pillanatban megkaphatjuk a behívót, és akkor menni kell meghalni valakiért, aki lehet, hogy mi igazából nem szeretünk hagyni, hogy meg akarjunk halni élete. Valljuk meg, hogy mi a kereszténységünket sokkal inkább úgy akarjuk megélni, és úgy szeretjük elképzelni, hogy aláírunk egy szerződést az Úristennel, hogy megteszünk mi is dolgokat, elvégzünk bizonyos feladatokat. Ennek fejében az Úristen minket az ő gazdag áldásaival halmoz el egész földi életünkben. Tehát van egy olyan elvárás bennünk Isten iránt, hogy azok után, amit mi jóképpen véghez viszünk, ő százszor, ezer, annyiszor, annyit ad vissza a maga végtelen mennyei tárházából. És azzal szembesülünk, hogy azt mondja az Úristen, hogy testvér, neked az életedet oda kell adni az ember társaidért, akkor megtudhatunk, hogy jó, de hát hol itt az áldás? Hol van itt Isten gazdag mennyei tárház? Hol van az én jutalma? Hol a jussom? Hol a részem? Hol van, ami engem megérhet? Hát akkor gondoljuk át alaposan is jó, hogy mégis mi alapján illet meg bennünket várni ezen a földön. Mi az, amit mi kitüntetette, kiemelkedően, másokhoz képest minősítette, sokkal jobban vittünk véghez, mint abból, amit az Úristen Jézus Krisztus által ránk hagyott. Alig ha lesz hosszú a lista, ami felvilágosodja. Akkor nézzünk meg még egy dolgot. Vannak a történelemben, az elmúlt 2000 év történetében éppen elegen, akik önként, sőt boldogan adták oda az életüket másokért. Hősök, mártírok, különböző egyházi, világi személyek, akiknek ismerhetjük az élet történetét, akkor nézzük meg, hogy mennyivel voltak kevesebbek, vagy mennyivel voltak, lehettek többek nálunk. Hát, bizony azt találjuk, hogy nálunk jóval kiválóbbak voltak azok, akik vállalni tudták adott helyzetben az Istenért való szolgálatot, még az önkéntes halál formájában is. Akkor hogyan mernénk odaállni Isten elé bármikor, bármit is követelve? Hogyan mernénk azt mondani, hogy de hát a mi életünkben Isten áldása még sokféleképpen és másféleképpen kell megmutatkozzon. De még mindig nem áll meg az apostol, és nem itt hagy bennünket ezzel a súlyos gondolattal, hogy már pedig nekünk a halálra kell készen lenni, tehát önmagunkat fel kell adni másokért kötelezően. Azt mondja, fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Mutatkozzon meg az életünkben az Istentől nyert szeretet. Mutassuk meg akár a világ gyűlöletével szemben felvállalva azt a kitaszítottságot, kiközösítést, kinézést, amivel jár vagy járhat. De hát gondoljunk bele, ha éppen eleget összeállunk, összefogunk Jézus tanítványaiként, akkor a világ mégiscsak kénytelen meghátrál. Tehát ha én bemegyek egy szomszédhoz, egy ismerőshöz itt a faluban, és oda úgy megyek be, mint tanítványtársamhoz, mint akiről tudom, hogy ugyanolyan feltétlen szeretettel van irántam,
mint ahogy a többi fele barátja kíván, tehát nem kell semmitől sem tartanom. Hogyha ugyanígy mehetek a munkahelyemre, mehetek be a városba, vagy mehetek emberek közé, ahova mennem kell, hogy tudom, hogy ott is egy tanítványjal találkozom. Ott sem kell attól féljek, hogy gyűlölnek, közösítenek engem. Tehát ha elegem vagyunk Krisztusnak a tanítványai, akkor ugyan miféle hatalom tud erőt venni rajta. Ha Isten velünk, kicsoda el. 500 évvel ezelőtt Luther Márton egy adott ponton teljesen semmiféle külső támogatással nem bírva, tehát nem voltak mögötte hatalmas pártfogó, teljesen egyedül elindította a reformációt. Aztán pillanatok alatt kiderült, hogy ez is, az is, amaz is csatlakozik hozzá, mert az, amit mond, az, amit hirdet, annak pozitív töltete van, amihez érdemes csatlakozni. Hát ez a mai ige két választást tesz elé. Az egyik a gyűlöletnek az útja, a másik a szeretetnek az útja. Nem mondja azt, hogy már pedig innentől kezdve csak ezen vagy csak azon fogtok fogni járni. De elmondja világosan, vagy az egyik, vagy a másik. Nincs olyan, hogy sem ezen nem vagyok, sem azon nem vagyok, és olyan sincs, hogy ezen is, meg azon is járok. Vagy a gyűlölet útján, vagy a szeretet útján járok. Nyilván az üzenet minden súly, minden komorság ellenére az, hogy testvéreim, maradjon. Amikor, ameddig, ahogyan, ha tízkörömmel, ha adott ponton még fogcsikorgatva, jobb meggyőződésünk ellenére, de akkor is maradjunk a szeretet. És meglátjátok, megtapasztaljátok, hogy ha az első méterek nehezen is, kellő kitartással tegyük hozzá, kellő imádsággal, annyi erő és annyi társat nyerhetünk ehhez az úthoz, Isten segítségével egy életen át megőrizhetjük, és valóban Isten szolgálat. Istenünk, Urunk, köszönjük, hogy olyan sokszor vigasztalással, bátorítással, erősítéssel keresel meg, vagy szólítasz meg bennünket. Köszönjük, hogy te vagy, aki bármilyen élethelyzetben, a legnagyobb sötétségben, a legnagyobb nyomorúságban meg tudod erősíteni a lelkünket, föl tudsz emelni bennünket bármilyen mélységből is. Bocsáss meg, Urunk, hogyha mi legtöbbször ez a fölemelő, ehhez az erősítő, bátorító lélekhez folyamodunk, és kevésbé veszünk jó néven azt, amikor szólsz a te igédnek teljes súlyával, amikor számunk éred rajtunk azt, amivel tartozunk születésünk pillanatától kezdve, csak éppen olyan nehezünkre esik a teljesítés. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokféle módon próbálunk kibújni, nem csak a felelősség, de a teljesítés alul is, és igyekszünk úgy tenni, mintha mindig minden rendben lenne velünk is, és körülöttünk is, igyekszünk jó arcot mutatni feléd is, és a világ felé is, hogy lehetőleg minél kevesebb kényelmetlenséggel, minél kevesebb akadállyal, próbával kelljen szembenézni. Hallottuk az üzenetet, Urunk, és értünk, hogy
Nem lehet két úrnak szolgálni. Nem lehet két felé sántikálni. Nincs egyszerre két adott út az ember számára, hogy mind a kettő járjon meg, vagy az egyiken, vagy a másikon járjon. És értjük, hogy a szeretettel ott van szemben a gyűlölet. És ha nem a szeretet útján vagyunk, akkor bizonyosan a gyűlölet útján járunk. És ha gyűlölünk, akkor már gyilkosokká lettünk, bármennyire is rosszul esik hallani, elfogadni tőle ezt a minősítést. Engedünk, hogy ne kell azzal szembesülnünk, hogy már megint gyilkossá váltunk. Engedünk, hogy ne kelljen a gyűlöletet magunkban táplálnunk, annak bármi módon is teret adunk, de tudjunk odafigyelni a szavainkra, a cselekedeteinkre, mindarra, ami velünk és körülöttünk történik. És még csak úgy sem engedjük, hogy elnézzük, eltűrjük másoktól, hogy elhallgatjuk a mások megnyilvánulásait, vagy pláne, hogy cinkosokká legyünk, bármivel, bármikor, aki a gyűlölet bármilyen formáját választja. Nem szóval hallottuk, hanem cselekedettel és valósággal kell szolgálnunk a szeretetet. Bármilyen nehéz is legyen, Urunk, az első néhány lépésben, mindenen, mindenképpen fölvállalni feltételt nélküli szeretetet, hadd tehessük meg, és engedünk, hogy ne csalódjunk. Engedd, hogy ne akarjunk visszafordulni, és nem mondjuk azt, hogy mégiscsak könnyebb és jobb és egyszerűbb a gyűlöletet választani, mint a szeretetet. Adj, Urunk, imádságos lelket, hogy tőle tudjunk segítséget kérni akkor, hogyha megtorpadnánk, akkor, hogyha erőd lenné válnánk. Hogy segíts, még egy lépéssel, és még egy fele barátot szerezve magunk mellé. Mert Krisztus evangéliumát csak így szolgálhatjuk. Mert igazi életünk itt ezen a földön is csak így lehet. És kérünk, Urunk, mindezek után, hogy segíts meg, légy azokkal, akik különös próbák, terhek alatt vannak. Gondolunk az özvegyekre, árvákra, egyedülvalókra, sírókra, gyászlókra, minden meggyötört, megpróbált lelkű emberre, de gondolunk a betegekre, a szenvedőkre, a testi lelki szükséget látókra. Bárki, aki csak bármilyen módon a segítségükre szorul, hadd mutassuk meg a krisztusi szeretetet valósággal, cselekedettel. Bárki, aki csak egy jó szóra igénytart, hadd hallhassa meg a számból. Így szolgáljunk néked, Urunk Istenünk, feltétel nélkül, alázatosan. Most is mindenkor dicsőítve háromszor szent neved. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, Szentléleknek megáldó és megszentelő ereje, legyen is maradjon mindnyájunk. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy ma délben emlékharangszül, néhai pászka,
Irén halálának tizedik, és ifja Vászla Sándor halálának 17. évfordulóját. Leányodott a családja kegyeletes megemlékezésére. Isten vigasztaló szent lelke legyen az emlékezőkkel. A 359. dicséretnek énekeljük a harmadik befejezőjét.